Amikor 2 évvel ezelőtt átvette a Szeged Csanádi Egyházmegye főiskolája a gyulai felsőoktatást, az átvétel napját a gyulai önkormányzat egy határozatban a gyulai felsőoktatás napjává nyilvánította. A második évfordulót is egy tudományos konferenciával kötötték össze, a tavalyi az egészségtudományról szólt, idén pedig a szociális képzésekről, azon belül pedig a gyermekvédelem szerepéről tanácskoztak. A felsőoktatásban folyó szociális munkaképzéseknek tantárgyi program része a gyermekvédelmi ismeretek, nem csak elméletben, hanem gyakorlati hivatásra való fölkészítés elemeiben is. Egy olyan területről van szó, ami az utóbbi időben a társadalom részéről is igényelt figyelmet kapja meg, és kell, hogy ennek meglegyen a felsőoktatásban is a fejlesztési feladata. A tudományos konferencián Kis Rigó László püspök az egyház szociális oktatásban lévő szerepét emelte ki. A püspök elmondta, az egyház olyan objektív töblettel rendelkezik, mellyel képes arra, hogy egy társadalmi kérdést az általa vélt ismeretek alapján is, tehát több nézőpontból vizsgáljon meg. Ezek segíthetik a fiatalokat ahhoz, hogy több oldalról közelítsenek egy-egy témához. Azt is mondhatnám, hogy az egyház képes arra, hogy bizonyos kérdéseket, amelyeket az emberi tudás, tapasztalat, tudomány fényében egyre inkább fejlődésben látunk, azt egy más táv, nem azt mondom, minden tud, de más madártávlatból lássa. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Fülöp Attila államtitkár vett részt a konferencián, aki arról tájékoztatott, hogy a következő év elejétől azoknak a nevelőszülőknek is jár a GYED, akik 2 éves kor alatti gyermekeket nevelnek. Szakmát fejlesztendő jövőre bevezettük azt a nevelőszülői GYED elnevezésű családtámogatási ellátást, amely azt foglalja magában, hogy jövő évtől minden 2 éves kor alatt otthon nevelt gyermeket nevelő nevelőszülő esetében jogosult lesz ugyanúgy a GYED-re, mint ahogy egyébként a más családokat eddig is megillette. Az eseményen Görgényi Ernő polgármester elmondta, a Gál Ferenc főiskola képes biztosítani a város számára a felső oktatás megmaradását azzal a gondolkodásmóddal, melyet az egykori alapítók is képviseltek, azaz alkalmazkodik a helyi létjogosultságokhoz, hiszen kurzusait és képzéseit a városhoz igazítva kínálja a hallgatók felé. 2016-ban végre megcsillant sok nehézség után a fény az alagút végén a Gál Ferenc főiskola átvette a gyulai felsőfokú képzést. Az elmondottakból látszik, a gyulai felsőoktatás eddig minden vihart és viszontagságot túlélhetett, az alapítók jó döntése és a helyi közösség értékrendje okán. A szerda délelőtt megrendezett konferenciára a hazai történelmi egyházak által fenntartott felső oktatási intézmények képviselőit is meghívták, akik előadásaik során a gyermek jóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó képzéseket, valamint a hivatásban jelentős munkaeszközként szereplő emberi személyiséget vizsgálták meg és adták elő következtetéseiket. Elhangzott, a gyermekvédelmi intézmények körében szükség van a kiváló szakemberekre, ugyanis napjainkban megnövekedett a kiégés kockázata, a szakterületen nő a fluktuáció, így az intézményekben munkaerőhiány lép fel. Ennek érdekében az első feladat, hogy az emberekben elő kell teremteni a motivációt a szakirány és a társadalmi szerepvállalás felé.